A Szilvási Építő Kft. Végzi el a Városi Rendelőintézet kivitelezési munkálatait. A szerződés értelmében az egészségügyi intézmény most elinduló rekonstrukcióját május végére kell befejezniük. A 2012-ben benyújtott Európai Uniós pályázaton mintegy 600 millió forintot nyert a város Mezőkövesváros rendelőintézetének felújítására. Az önkormányzat 2013. májusában írta alá az ezzel kapcsolatos támogatási szerződést. A pályázati összeget Mezőkövesváros önkormányzata 100 millió forinttal kiegészíti, így összességében 700 millió forint értékű beruházás jöhet létre az egészségügyi intézményben. Fejlesztés keretében a rendelőben megtörténik az épület homlokzatának felújítása, hőszigetelése, és kicserélik a nyílászárókat. Felújítják az épület gépészeti és villamos hálózatot is. Emellett a jelenlegi lapos tetőre új, magas tetőt építetnek. Az így kialakult padlástéren irodákat, tárgyalót, vizes helyiségeket alakítanak ki. A földszinten öltözőket, babamama pelenkázót hoznak létre. A beruházás keretében új, modern eszközök, gépek, berendezések beszerzése is megvalósul, mintegy 200 millió forint értékben. A korszerűsítés eredményeként a mezőkövesdi lakosokon túl a térségben élők is megújult környezetben vehetik majd igénybe a járóbeteg szakrendeléseket. Mindemellett a korszerűsítés hozadékaként az alapellátás helyzete is javulni fog. Nagy munka, nagy feladat, de szép feladat, és remélem ennek eredményeképpen majd a rendelőintézet nem csak papíron, most mely már látta a terveket, nem csak papíron, hanem tényleg mindenki számára is látványosan meg fog újulni. Ennyi pénz még egyszerre Mezőkövesdre az egészségügy részére nem érkezett. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a munkának, annak meg még jobban, hogy végre elkezdődött. És már itt tartunk, akkor összesen mekkora összegről beszélhetünk a beruházás keretében, és ebből mekkora az önerő, mennyit vállal az önkormányzat? Ezt a fajta pályázati konstrukciót szeretjük a legjobban, mert ez 650 millió forint, és ez 100%-ban államilag támogatott. Igaz, hogy az önkormányzatunk hozzátesz körülbelül 100 millió forintot, mert vannak olyan munkarészek, vannak olyan elvégzendő feladatok, amik a pályázatban nem fértek be, de úgy gondoltuk, ha már úgyis bontunk, építkezünk, dolgozunk, akkor már ezeket is meg kell csinálni, hogy egyszer mindenkorra ez az épület és maga a rendelőintézet rendben legyen. Mekkora jelentőséget tulajdonít egyébként összességében a rendelőintézet fejlesztésének a egészségügy területén a városunkban? Óriási, tehát nem is tudom, tehát említettem, hogy ennyi pénz még egyszerre nem érkezett az egészségügy fejlesztésére Mezőkövesdre. Nem csak Mezőkövesdre, hanem térségi feladatokat is lát el a rendelőintézet, mint járóbeteg szakellátás. Van ennek a beruháznásnak azonban egy hozománya is, hogyha már a udvaron lévő épületet úgy is átalakítjuk, azt követően 4 háziorvosi, felnőtt háziorvosi rendelő, illetve 2 gyermek háziorvosi rendelő is oda fog kiköltözni véglegesen. Ezáltal a József Attila úton lévő eléggé leamortizálódott épületből ki tudnak költözni a háziorvosok, és egy európai színvonalú rendelőbe tudnak majd tovább dolgozni, de ugyanezért is a rendelőintézetben jelenleg meglévő háziorvosi rendelőkre is. Úgyhogy nem csak a szakellátás fejlődik ezáltal, hanem sikerült olyan megoldást találni, hogy az alapellátásban is jelentős változás tudunk elérni jó irányba. A támogatási szerződés aláírását követően lefolytatták a különböző jogi, közbeszerzési eljárásokat. 2014. októberében a város képviselőtestülete zárt ülésen döntött a kivitelezőről. A meghozott határozat alapján a munkát a Szilvási Építő Kft. Végzi. A cég december elején el is kezdi az átalakítást. A lapostető kialakításával elinduló munka ütemezve emeletenként történik majd. Jelenleg a munkák fázisa már elindult, ugyanis az egész beruházás egy költözéssel fog járni, legalábbis a maga a megvalósítás alatt. Ez arról szól, hogy egy lapostetős épület található a rendelőintézet udvarán, ebbe fogunk ideiglenesen szintenként a rendelésekbe költözni. A kezdés az körülbelül olyan decemberre számítható, hogy akkor kezdik el az építési munkátokat. A költözés még nem akkor lesz, mondja, és meg kell, hogy csinálják ezt lapostetős épületet. Itt 7 darab ideiglenes rendelő lesz, és ide ugye szintenként tudnak majd leköltözni a rendelések. Vélhetőleg, remélhetőleg az első leköltözés az december 15-20-a táján fog történni, vagy az ünnepek alatt,
és akkor már vagy december levén, vagy január elejétől már kezdenek azok a rendezvények, amik a második szinten vannak. Itt van a nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, szemészet, reumatológia, foglalkozásegészségrendelés, ortopédiai rendelés, tehát és a labor is. Ez a szint felújításra kerül, majd visszaköltöznek ide erre a másik szintre a szakrendelések, a labor, és utána pedig az első szint, tehát a középső szinten lévő szakrendelések fognak beköltözni ebbe a lapostetős épületbe. Próbáljuk azért a ellátás színvonalát megtartani, és tényleg mindenkit arra kérek, hogy legyen türelemmel irántunk, mert én azt gondolom, hogy mindannyiunknak ezt a kis kellemetlenséget, ezt valamilyen szinten kezelnünk kell ahhoz, hogy itt egy teljesen felújult, komfortosabb rendőrintézetben, ami plusz szolgáltatásokat tud majd nekik adni, ezt a új épületet, ezt megvalósítani tudjuk. Az önkormányzat, a rendelőintézet munkatársai, a kivitelező, a betegek, páciensek megértését és türelmét kéri a beruházás idejére, melynek befejezését 2015. májusára tervezik.